Köszöntöm Önöket, a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Lássuk mai adásunk tartalmát röviden. Rendkívüli testületi ülés, 11 határozati javaslatot fogadtak el a képviselők. Ismét sok volt a baleset Pest megye hírei. Piac, a változékony idő ellenére is széles a kínálat a szentendrei piacon. Gyorsan meghozták a döntést több előterjesztésnél is a képviselők a múlt héten tartott rendkívüli testületi ülésen. A napirendeket részletesen a korábbi bizottsági ülésen vitatták meg a városvezetők. Gyorsan haladtak a napirendek elfogadásában a képviselők a múlt héten csütörtökön tartott rendkívüli testületi ülésen. A városvezetők döntöttek többi között több a házi és gyermekorvosi szerződés módosításáról, valamint a VSN ZRT alapszabályának módosításáról. A város elővásárlási jogáról több ingatlannal kapcsolatban. A képviselők megszavazták az Izbégi Általános Iskola tanterem fejlesztéséről szóló határozati javaslatot is. A városvezetők az előző nap tartott bizottsági ülésen tárgyalták részletesen az előterjesztéseket. A hatodik napi rendi pont az Izbégi Általános Iskola tanterem fejlesztése. Van-e kérdés, észrevétel? Kiegészítés. Került kiosztásra, határozati javaslat, amely a határozati javaslatot tartalmazza. Gyakorlatilag ugye a három oldalú szerződés tervezetnek a elfogadásáról döntünk. Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, akkor a határozati javaslatról kérném, hogy szavazzunk. Köszönöm. Hetedik napi rendi pont a csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése, ezzel kapcsolatos pályázat. Itt, ahogy a tegnapi bizottság ülésén elhangzott, a helyrajzi számok lettek bővítve, pontosítva. Van-e a előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, észrevétel? Mennyiben nincsen, akkor a határozati javaslatról kérném, hogy szavazzunk. Több előterjesztést fogadtak el egyhangulag észrevétel és hozzászólás nélkül a képviselők. A 8. napi rendi pont tehát a egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése. Itt a kiegészítés, ahogy városfejlesztési alpolgármester úr tegnap elmondta a bizottságon, az önrésznek a bővítése vagy növelése az, ami kiegészítésben kiosztásra került. Van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, akkor a két határozati javaslatról fogunk szavazni. Van-e kifogás az ellen, hogy egyben? Nincsen, akkor egyben kérném szépen, hogy szavazzunk. Köszönöm. 9. napi rendi pont a Püspökmajor lakótelepi bölcsőde alapító okiratának módosítása. Van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, észrevétel? Mennyiben nincsen, akkor a határozati javaslatról kérném, hogy szavazzunk. Köszönöm. 10. napi rendi pont. Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló rendelet. Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, akkor a rendeletmódosításról kérném, hogy szavazzunk. Döntés született még a rendkívüli ülésen a Domcsai Jenő 9 és 5 szám alatti ingatlan hasznosításának módosításáról és egy ingatlan önkormányzati tulajdonba vonásáról a Vaddisznó utcában. A testületi ülés további részleteit holnapi híradónkban nézhetik meg. Nem lehet fizetni a régi 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel augusztus 1-től, azaz holnaptól. Szentendrén az egyes számú posta és a kisebb fiókok, valamint a hitelintézetek 3 évig, a jegybankban pedig 20 évig, azaz 2037. július 31-ig válthatóak át díjmentesen azonos címletű törvényes fizetőeszközre.
17 közúti baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök Pest megyében az elmúlt 24 órában. A balesetek következtében egy személy életét vesztette, három személy könnyű sérülést szenvedett, 13 baleset anyagi kárral végződött. A nagy meleg ellenére is vezessenek óvatosan, tartsanak megfelelő követési távolságot. A Szentendrei piac szerdán és szombaton reggel 6-tól kora délutánig tart nyitva, és nem csupán a városból, de a Szentendrei szigetről és Pest megye más településeiről is fogadja az árusokat, őstermelőket. Széles választék várja a látogatókat a biotermékekből is. Érdemes ellátogatni szerdán és szombaton a Bükkös patak partjára, ahol a piacon mindig a legfrissebb portékából válogathat az ember. A hely egyfajta közösségformáló szerepet is betölt a városban. Szentendrén és a környéken számos őstermelő él és dolgozik, akik a piacon kínálják portékáikat, azonban a szélsőséges időjárás a helyi gazdák földjeit sem kímélte. A múlt század elejétől kezdve itt a környékben működött mindig. Volt egy időszak, amikor elrakták innen, az nem volt sikeres. Ennek megvan a maga feelingje, ennek a piacnak. Itt szombatonként gyerekekkel családok jönnek, mennek és beszélgetnek. Ilyen agóra jellege van ennek az egésznek. Itt mindenki találkozik mindenkivel, és bizony... Azért a felhozatal is, tehát a környék, tehát Szentendre szigete, és a környékbeli termelők hordják ide az áruikat, és plusz még 2-3 olyan kereskedő is, ami esetleg olyat árul, amit egyébként a helyi termelők nem tudnak megtermelni. Például dinnye, itt nem terem dinnye, ezt Mezőhegyesről hozzák, de ők vállalkozók. Sokan termelői piacnak hiszik, de javarészt helyi termelőkből tevődik össze, amely nagy különbséget jelent. A papírok szerint nem termelői piac. Ez egy zöldséggyümölcs piac, úgy szól a működési engedélyem, de a megállapodás, szóbeli megállapodás, amit annak idején kötöttünk a polgármesteri hivatallal, a 80%-a a piacon árusítóknak helyi termelő. Tehát termelő. Mindenképpen nagyobb része annak, mint amennyien vannak. Van 5-6-10, mikor mennyi vállalkozó, aki árul olyan dolgokat, amit itt nem termelnek meg, és ezen kívül van még a másik rész, ugye a belső rész, ahol ruha és egyéb árut árulnak. Ez kell a piac teljes üzemeléséhez. A piac vezetőnek 12 év távlatából jó rálátása van az eltelt időszakra, van tapasztalata, ismeri a vásárlók igényeit. Így jött létre az asszalt gyümölcs árusítás, vagy így jelentek meg a Dunakanyar túloldaláról érkező árusok. Ennek köszönhetően az idénynek nem feltétlenül megfelelő gyümölcsök is elérhetőek a szentendrei piacon, mint például most az eper. A piac bármennyire is friss termékeket kínál, nem tudja felvenni a versenyt a szupermarketek bővülésével, terjeszkedésével. A szentendrei piac különlegessége, hogy évszaktól, ünnepnaptól függetlenül az év bármely időszakában nyitva tart. Így ha az egyik pirosbetűs ünnep épp szerdára vagy szombatra esik, a vásárló egészen biztosan friss áru közül válogathat ekkor is. Megkérdeztük a szentendrei árusokat is, hogy az évszaknak megfelelően minek van jelenleg a főszezonja, mit keresnek most leginkább a vásárlók. Árusként az a tapasztalatom, hogy amikor én árulok, akkor virágot viszik, nem a zöldséget meg a gyümölcsöt, de viccet félretéve a zöldséggyümölcs ilyenkor az megy. Dínje meg a barack, ami nagyon megy, és amellett meg a primőr áru, tehát a hegyes erős, a paradicsom. A nem piacon vásárolt tojások tekintetében régóta megoszlanak a vélemények. A szakemberek sokat tesznek érte, hogy tojásvásárláskor fel sem merüljön bennünk a gyanú, hogy zártólban talpalatnyi helyen nevelkedett állattól származik az áru. A tojások elnevezése vagy a dobozokon látható zöld mezőben kapirgáló tyúkok láttán keveseknek jut eszébe, hogy a ketreces tartású tyúk valószínűleg természetes napfényt sem látott élete során, nemhogy zöld mezőt. A lényege az, hogy ezt lehet tudni a piacon, hogy honnan származik az áru, ugye, mert piacra úgy lehet kijutni, hogy a piac üzemeltetőjének be kell mutatnia mindenféle
papírokat, ősztermelői vagy vállalkozói engedély, állatorvosi papír. 50 tyúk fölött kötelező az állatorvosi felügyelet. Ehhez tartozik a tojáson levő regisztrációs szám, és hát ebből lehet visszakeresni. Ugye itt megvan, hogy melyik karakternek mi a jelentése. Nekünk áll gyakorlatilag a vevők, a tojás eladás 80%-a az törzsvevők, tehát visszatérők. Azt ugye kell tudni, hogy a tojás az egy bizalmi áru, mert végül is, amikor otthon föltöri, akkor látja meg, hogy milyen volt benne. Na most, ha nincs megelégedve, akkor nyilván nem jön legközelebb vissza a vevő. A szentendrei piacon rendkívül széles termékskála fogadja a vásárlót. Többi között számtalan paradicsomféle, barack, cseresznyepaprika hihetetlen, de eper július végén, sajtok, kolbászok, füstölt húsáru, házilekvár, dömping, kürtös kalács, fűszernövények, vágott virág, házi bioszörpök, és még hosszan lehetne sorolni a listát. Egy biztos, szerdán és szombaton a szentendrei piac mindig nyitva áll a vásárlók előtt. Végül a várható időjárásról. Kedden zavartalan napsütés várható, alig lesz felhő az égen. Fokozottan figyeljünk az UV-sugárzás szintjét. 11 és 15 óra között, ami többfelé nagyon erős, délen extrém erős fokozatot érhet el. Gondoskodjunk bőrünk védelméről és a nagyobb mennyiségű folyadékfogyasztásról. Fokozódik a forróság, holnap 34 és 38 fokig melegszik a levegő. Ez volt már a híradó. Érdemes lesz velünk maradni a továbbiakban is. Hamarosan a Hétembere című magazin műsorunk következik, amiben Kovács László rendőrezredes, a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője lesz a vendég, akivel a közelmúlt eseményei mellett arról is beszélgettünk, hogy kerülhetjük el, hogy áldozattá váljunk a nyári időszakban. Híradóban legközelebb hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. Ha további híreinkre is kíváncsiak, keressék fel a tvszentendre.hu oldalt, vagy töltsék le az Itt-Ott TV alkalmazást, ahol élőben nézhetik adásunkat. De csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!